Sok szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket is, az érdeklődőket, a mai alkalommal is az Úr igéje köré jövünk össze, és próbálunk az Úr szavából meríteni. A gyülekezetnek a vezérfonala, bibliaolvasó vezérfonala szerint olvasunk most igét, a János első levele, második rész, 14. versétől a 18-ig. Tehát erről fogunk beszélni. Akkor, ha már kéznél van a Biblia, a János apostol első levele, második rész, 14. versétől olvasom. Írtam nektek, gyermekek, mert ismeritek az atyát. Írtam nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten igéje lakik bennetek, azért legyőztétek a gonoszt. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és az élettel való kérkedés nem az atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Gyermekeim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az Antikrisztus jön, most meg is jelent, mégpedig sok Antikrisztus jelent meg, ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Tehát itt az Úr megszólítja az ő gyermekeit, és ez egy nagyon nagy dolog, hogy megismerni Istent, mint atyát. Amikor azt mondjuk, hogy hiszek Istenben, ez így nem mindent fejez ki. De azt mondom, hogy hiszek az atyában, hiszek a fiúban, hiszek a Szentlélekben, akkor már a bibliai kijelentés alapján világosabban látom az Isten képet, és hogy Isten atyánk is, ő teremtette ezt a világ mindenséget és minket is. Aztán itt megszólítja az ifjakat, erősek vagytok, ez nagy szó, az ifjúság erős, és a mai ifjúságtól is ezt várnánk, hogy erősek legyenek. És meg is határozza, hogy Isten igéje lakik bennetek. Dávid is azt mondta, hogy a szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. És itt, hát ezeket alaposan meg kell gondolni, hogy az ige, ha bennünk van, akkor legyőzzük a gonoszt, magát a sátánt, és azt a gonoszt, ami a jelen való világban, ebben a korszellemben uralkodik. És aztán kitér arra, hogy ne szeressétek a világot, ezt is érdemes tisztáznunk, hogy mit is értsünk ezen. Akkor Ági, nem tudom, hogy mik a
üzenete, amit kapott. Mindig nagy érdeklődéssel olvasom a János evangéliumát és a János leveleit, a Jelenések könyvét is, mert mindig az van előttem, hogy egy hiteles tanú bizonyságtétele Jézus Krisztusról, aki mindennél ott volt, látta, megélte, átélte, még a kereszti szenvedés is átélte, hiszen ott volt a kereszt alatt, a feltámadott Jézussal is többször találkozott, és látta a mennybe menetelét is. Ezért, amit János apostol mond, illetve ír, mert mi ugye az írásokat olvassuk, az a Szentlélek által való üzenet Istentől, a mennyei atyától. A megszólítás ugye öregekre és fiatalokra is vonatkozik egyformán, ahogyan az Úr kit-kit elhív, illetve itt én még arra is gondoltam, hogy ugye vannak kezdőhívők, akik nem olyan régen tértek meg, aztán vannak érett férfiak, akik terheket hordoznak, és az Úr szolgálatában idősé vált, nagyon tapasztaltak. De ez az intelem, ez az igen mindnyájukra vonatkozik, és azt is láthatjuk, hogy itt az életkorbeli különbségek nem számítanak. A Krisztus követésében egy dolog számít, hogy cselekszem-e Isten igéjét, az Atya akaratát, vagy nem. Ha öreg vagyok, ha fiatal, ha a világban ez a divat, vagy az a divat, vagy ez a szokás, vagy az a szokás, Istennél egy dolog az, ami által az ember megerősödhet, ami az Úr előtt kedves, hogyha az ő akaratát cselekedjük, és hogy itt a megszólításban ugye azt láthatjuk, hogy a gyülekezetben vannak fiatalok, idősebbek, vannak hitben megpróbáltak, vannak gyermekek a hitben, de hogy mindnyájuknak egyformán szól az Isten üzenete, és a mi akaratunkon múlik az, hogy Isten akarata szerint megtartjuk, vagy pedig elhajolunk. Nagyon sokan elhajolnak Isten igéjétől. Vannak ugye a lájtos keresztjének, akik a könnyű részt szeretik, és csak arra hivatkoznak. És vannak nagyon szigorúak, akik csak az ítéletet hangoztatják. Nagyon fontos, hogy az Isten igéje teljesen átjárjon bennünket, és úgy az ígéretek, mint az ítélet a Szentlélek által az életünkben beépülhessen. Itt azt írja János apostol, hogy azért írtam néktek, mert ti erősek vagytok. És ez nagyon fontos, hogy hitben a hitélet gyermekcipőit kinőjük. Ahogy nagyon örülünk, amikor a picin gyermekeink növekednek, és nem sajnáljuk, hogy a másik cipőt kell venni, mert hogy kinőtték az előtte lévőt, ez a természetes. És az Úr azt akarja, hogy erősek legyünk, és ezt hitben erőseknek írta János apostol. Azt mondja, erősek vagytok, az Isten igéje megmarad bennetek. És tulajdonképpen a lelki erő is innen van, hogy ige szerinti az életünk, Isten szava szerinti, ha az megmarad bennünk, az Isten igéje, ha a szívünkbe hordozzuk, ha a napi teendőinkben is jelen van, akkor erősek lehetünk Krisztusban, a hitben, és hogy a gonoszt is le tudjuk győzni. Itt azt írja a Károlyi fordítás, hogy meggyőztétek a gonoszt, az új fordításban ezt olvassuk, hogy legyőztétek. Krisztus által van a győzelem, Isten szava által. Csodálatos, hogy ezt nagyon fontosnak látta János apostol előre bocsájtani, mielőtt még elmondja azt, hogy ne szeressétek-e világot. Tehát azoknak mondja, akik Krisztus beszédétben megmaradtak, akik a gonosz felett győzelmet arattak Krisztusba. Ne szeressétek a világot, mondja itt János apostol. Miért nem lehet a világot szeretni? Feltehetjük a kérdést.
egyáltalán mit ért a világ alatt János apostol? Én úgy gondolom, hogy itt az apostol Isten akaratának a megcselekvésére szólítja fel mindazokat, akik Isten igéjét hallgatják, illetve olvassák, akik az Úr megváltásába részesültek, azoknak szól, hogy ne szeressétek a világot, akik bűnbocsánatot nyertek, üdvösséget kaptak, mert hogy aki a világot szereti, abban nincs meg az Atya szeretete. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy mindennél jobban szeretem-e az Urat. Első az életemben az Úr. Isten országa a szeretet országa, és ennek a ellensége a kívánság és a kérkedés. Ezek úgy kizárják az Atya iránti szeretetet. Ugye itt a test kívánságáról van szó, amivel kapcsolatban ezt mondja, hogy ami a világban van, a test kívánsága, a szemek kívánsága, az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. Igen, ehhez annyit, hogy Jézus azt mondta, hogy nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem tartsd meg őket azért, mert még itt vagyunk ebben a világban, küldetésünk van. És hogy nem alkuthatunk meg a világgal, mert a mi országunk a mennyben van. Igen, és ugye a világ fogalmából itt azért félreérthetetlenül legalábbis a számomra kitűnik, hogy a világ, amire itt azt mondja János apostol, hogy ne szeressétek, nem a föld és az ég, és nem is az ember, nem a világ állaga, nem a világ anyagára, a természetére vonatkozik, hanem az emberre magára vonatkozik, aki nagyon-nagyon tele van kívánságokkal, mégpedig kívánja a fele barátjának a házát, kívánja a fele barátja feleségét, kívánja a fele barátjának az anyagi javait, és ezek olyan kívánságok, amik elszakítanak az Atya szeretetétől, Isten szeretetétől, és elszakítanak az emberek szeretetétől is. Nem véletlen, hogy a törvény, a 10 parancsolat beszél a kívánságokról, hogy mi mindent nem kívánhat az, aki szereti az Urat, az ő Istenét, és aki szereti a fele barátját, úgy, mint önmagát. És annyit mondhatunk itt, hogy a kívánsággal kapcsolatban, hogy van pozitív és negatív értelemben kívánság, kívánjátok az Urat és az ő hatalmas erejét. Aztán a Zsoltárok könyvében, hogy kívánkozik a lelkem az Úr után, szomjazom az Urat, és ugyanakkor vannak negatív kívánságok, hogy valakire nézve, hogy rossz indulattal gondolunk, és rossz dolgokat kívánunk, ami által aztán megrontjuk magunkat, meg a társainkat is. Igen, és hogy tulajdonképpen a rossz kívánságoknak nem adhatjuk meg magunkat, hanem Isten az ő lelkének az ereje által ellenállóvá tesz, hogyha nem járunk a bűnös kívánságok útjára. Amit Isten jóra adott, azzal ne éljünk rosszul. Igen, ezek azok a rossz kívánságok, amiket kell az gonoszta törbe csal bennünket, amik elszakítanak a szeretettől, elszakítanak a hittől, elszakítanak az emberektől, de magától az Úrtól is. Tehát a hit
amelyet az Úrtól kapunk, és amit itt az apostolok is hirdetnek, nem a menekülés a világból, ahogy itt az előbb is mondtad, nem kivonulás a világból, hanem Isten akaratának a cselekvése ezen a földön. Krisztus nevében nem kivonulunk ebből a világból, hanem megálljuk benne a helyünket, ahova ő állított. És erre a hit hatalmat is ad, hogy azon a területen, amelyben élünk, ahol működünk, ahol az erőnk van, hogy ott megláthassák Isten országát, hiszen az ige azt mondja, hogy az Isten országa bennetek van. Ha tele vagyunk olyan kívánságokkal, amely a testnek a kívánsága, akkor Isten országa, a lélek országa az nem lesz láthatóvá. Aki megadja magát a kívánság és a kérkedés erőinek, elveszti az életét, már a Krisztusban való életét, aki pedig Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké, olvassuk itt a 17. versbe. Nagyon komoly üzenete van az igének, hogy az Úr azt akarja, hogy mi világosan lássunk, lelki módon, aki erre a világra épít, és úgy gondolja, hogy ő neki örökké fog élni, és amit tesz, az mindig megmarad, el ne felejtsük azt, hogy az Úr még senkit nem felejtett itt a földön. Mindenki elment a minden élő útján, ahány évet az Úr meghatározotta számára. Tehát minden elmúlik, ki előbb, ki később elmegy, és meg kell állni Isten ítélő széke előtt, hogy az élet, amit az Úr adott, hogy annak valóban volt-e áldása, hogy a szeretet kiáradt-e belőlünk. Ugye a kívánságot úgy lehet megtagadni, hogy az ember ad. Ad abból, amit Istentől kapott. Ad a szeretetből, ad a tehetségéből az embereknek, segítséget nyújt a bajban lévőknek, ha kell, ápolja a betege hozzátartozóit, sőt, idegenekkel is megossza a kenyerét. Rengeteg sok minden van, amikor az ember megtagadja magát, és szívesen megossza. Szeretetben éltük-e az életünket, vagy nem? A kívánság nagyon sok gyűlöletet is előhoz, mert hogy nekem az nincs, ami a másiknak. Nagyon sokszor testvérek között a jusson való marakodás egy életre szólóan elválasztja egymástól a testvéreket, pedig mindent itt hagyunk. Egy tűt, egy cérnát nem fogunk magunkkal vinni. Mégis ez a központi fő dolog, amiért a napjainkat éljük és eltöltsük. Az Úr azt mondja, hogy ne a kívánságokba éljünk, ne kérkedjünk. Van, akinek nagyon fontos az, hogy milyen autóba ül, hogy mások megállnak, nézik. Van egy fiatal ember, aki nagyon szereti az autókat, és nem értettem, hogy minek örül annyira, és azt mondta, nézd, a taxis is azt mondta, hogy álljak le az út szélére, mert lefényképezi az autómat, mert az dögös. Hát úgy néztem rá, hogy a dögös autó, de hát valóban szép az autója, mindent megtesz érte. Csak hogy az autó is itt marad, elkorhad, és vajon az Úrért mit tettünk, és az emberek javára tudunk-e valamit tenni? El lehet veszíteni az életünket, hogyha a kívánság és a kérkedés erőinek megadjuk magunkat, és ha az Isten akaratát cselekesszük, akkor ez megmarad. Arról beszél itt még az apostol, hogy itt az utolsó óra, és hogy
az Antikrisztus eljöveteléről beszél, hogy megjelent az Antikrisztus, ugye az antikrisztusi lelkület, aki Jézust nem Isten fiának vallja és megtagadja. De az utolsó idők jeleiben élünk, hiszen a rettenetes pusztítások, akár a földrengés, akár az áradások, akár a földcsuszamlások, akár a háborúk, akár a kegyetlenség, mind annak a jele, hogy az Úr visszajövetele közel van, hogy ez a világ elmúlik, és minden, ami ebbe a világba van, a leggyönyörűbb dolgok is, minden elmúlik, és minden semmivé válik. Azért számolnunk kell ebben, hogy nagyon fontos, hogy amíg van lehetőségünk, amíg itt lehetünk a földi életben, hogy addig munkálkodjunk, Isten országát tegyük láthatóvá, hogy az emberek meglássák a megváltó Krisztust, hogy az emberek beismerjék, hogy Isten ellen vétkeztek, hogy ne a világot szeressék, ne a testet, a testnek a kívánságait, hiszen amire szükségünk van, azt megadja az Úr, és amire a testnek szüksége van, arról is ő gondoskodik, de sokkal inkább a lélek dolgaival kell, hogy foglalkozzunk, mert az örök. A mai világban nagyon sokan Krisztus ellenesek, és hogy nagyon sokan tagadják a Krisztusban való hitet, életet. A mi feladatunk, amire elhivattunk, hogy ebbe a világba hirdessük, hogy Jézus Krisztus az Úr és a megváltó. Ő az, aki az életünket megszabadítja a bűntől, megszabadít a haláltól, aki üdvösséget és örök életet van. Tehát itt az ígében, amikor azt mondja az apostol, hogy ne szeressétek-e világot, akkor Isten akaratának a cselekvésére szólít fel bennünket. Az utolsó időkben mindenkinek van feladata, egyrészt, hogy újra az Úrral való közösségünket megújítsuk, hogy elvegyük az Úrtól az ige üzenetét, és hogy adjuk tovább, hiszen Jézus mindenkiért meghalt, és amíg tart a kegyelmi idő, addig minden embernek van lehetősége, hogy elfogadja a kegyelmet. A mi életünkből látják az emberek azt, hogy hogyan működik a kegyelem. Adja meg az Úr, hogy meglássák a bennünk lakozó Krisztust, és ne csak meglássák, hanem megkívánják. A feladatunk, hogy Jézushoz vezessük az embereket a Golgotai kereszt alá, ahol ő az ő vérével megmos, és mindenkinek megtisztulást, üdvösséget ad. Ne szeressétek a világot, hanem szeressétek az Urat, mert Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Befejezésül még itt a 18. versben van, hogy gyermekeim, itt az utolsó óra. És honnantól számoljuk az utolsó napokat, vagy utolsó órát? Péter apostol, amikor pünköskor prédikált, azt mondta, hogy lészen azután, tehát, hogy az utolsó napokban, hogy kitöltöm az én lelkemet minden testre. És maga Péter mondta, hogy az Úrnál egy nap annyi, mint ezer év pedig, mint egy nap, tehát az utolsó napok elkezdődtek. Amit Ági említett, a Krisztus ellenesség is megvan, ez az antikrisztus, Krisztussal szembeni magatartás, és ez sajnos megvan, ennek van egy kollektív értelme, mert nem csak egy személy az antikrisztus, hanem hát emberekben, az egyes emberekben is ott rejlik a Krisztus Isten fiának a tagadása, a Krisztus létének, a,
valóságát tagadják sokan, hogy megváltó, és a Krisztus tagadása felé hajlik az is, amikor elmarad az a személyes vallástétel a Krisztusról, ami Pálban volt, hogy ő csak egyedül a megfeszített Krisztusról akar tudni, és hogy az ő szolgálatában áll. Tehát igen, az utolsó időben élünk, rengeteg minden van, de engem nem visz egy tév útra, mondjuk az, hogy most jelen pillanatban ilyen háborúk, meg földcsuszamlás, árvizek vannak. Ezek valóban egy jelek lehetnek, de hát az utolsó napokban élünk, vagyis hogy az Úr bármikor megérkezhet, és hogy ne úgy éljünk, mint akiknek még hát olyan távlata van, hogy majd még van idő meg minden, mert az Úr bármikor visszajöhet. És áldjuk az Urat, hogy visszajön, és nem rettegünk tőle, mert az jön vissza, aki úgy szeretett minket, hogy az életét adta értünk. És öröm az Úr visszajövetele, Isten népének a legnagyobb öröm, amikor meglátja Krisztust, a megdicsőült Urat, erőben és hatalomban jön. Még a világ végéről annyit, hogy beszélgettek emberek, hogy hát hogy is lesz ez a világ vége, és egy ember azt mondta, hogy az én életemben már eljött a világ vége akkor, amikor megtértem és Krisztust elfogadtam. Hát ez is egy jó dolog, ha ez megtörténik.